Hát én kenuval beborultam egy vízbe, ez így volt, igen. Hát az volt a, ez önmagában sem egy kellemes dolog, de amikor ezt dokumentálják, az még kínosabb. Ez annyira rövid története, hogy amikor elmész egy ügynökségre, ahol mondjuk eddig még azon a piacon nem voltál, és akkor kiközvetít ugye az itthoni ügynökséget, első nap megérkezel, elmondják, hogy mi, hol, merre található, és kitöltesz egy lapot, ez történt Miami-ban is, amiben ott a képességeidre kíváncsiak, mert ott nagyon-nagyon sok olyan fotózás van, ami egyes sportra is irányulhat, és akkor milyen képességed vannak, és ugye az a jó, hogyha minél több mindent ugye pipálgat. És beexcelted a kenut? Nem, most vagy az extrém sport? Általában ezeket soha nem lesz ilyen fotózásod, hogy ilyen extrém sportok, meg neked stb. Lett. Na és akkor, hát akkor hát ott ültem a brazil barátnőmmel, ő is aznap érkezett, és akkor így, hát nézem, ő is hát akkor x-elgessünk, mert ugye sportember voltam mindig, és akkor telnek múlnak a hetek, és akkor mondják, hogy hát ez egy nagyon jó, megkaptam egy munkát, ó, mondom, tök jó, és akkor mi lenne? És akkor mondták, hogy hát a Stella McCartney az Adidas-szal együtt ugye tervezett neki, és most egy olyan dolgokat tervezett, ilyen minden sport, tehát több sportnak annak megfelelő ruhákat tervezett, mondom, aha, hát ez nagyon jó. És már így jöttek, hogy miket x-elgettem be, és mondom, én melyik sportot kapom meg, és mondják, hogy hát igazából annyira széles skálán mozogsz, hogy majdnem mindegyiket, én meg így, mondom, mindegyiket. És mondták, hogy igen, és hogy ez egy privát rendezvény lesz, ahol olyan sztárok voltak, mint a tényleg a Kate Hudson, a Cameron Diaz, ezek ilyen baráti jellegű kis laza szombat délután. És mindenki a sportruházatot megfelelően ugye bemutatta az adott sportágban. Tehát, hogyha valaki tollas az volt, hogy mennyire jó annak a tollas ruhának a kialakítás, és aha, a Stella mennyire fantasztikus, és akkor rékobolták, hogy Kenu, hát vodom, nagyon jó. És akkor hát beültünk a lányjal, akivel pont beixeltük, mert ő se tudott kajakozni, kenúzni, és akkor mondtam, hogy figyelj, nem lesz olyan rossz, én voltam vízitáborban ötödikben, valamire még emlékszem, így mondtam. Ötödikben? Igen, és akkor azzal a lendülettel mentünk, nagyon belejöttünk, ott fotóztak. Bár, mutatta, teljesen hiteles volt a kenú, lapát. Na, fotóztak mindent, tudod, és akkor mondtam, kicsit toljuk meg mindent, mondta, hogy jó, és abban a pillanatban valamit, és puff, be, és mindenki Isten, a ruha, nem mi voltunk az érdekesek, a ruhák. Aha. És akkor így kijöttünk, jaj, és mondtuk, szépen, hogy nagyon jó, mert még egy picit még vízálló is, szóval szerintem a Stella tök jót megcsinált, és akkor röhögtek, és ezt lefényképezték, és akkor mondták, hogy azért vegyük már fel egy szárazat, hogy azért mégis azt vigyük tovább, és abban lássák a csodálatos tervezést. Ott véget is ért a Miami modell karriered? Hát szerencsére nem, mert nagyon jó, nagyon nagyot nevettek rajta, de aztán az ügynökség rájött a turpiságra, és mondták, hogy akkor töltsem már ki úgy a papírt, hogy most ténylegesen, amit valójában meg tudok csinálni, szóval. Aha. Júj, júj, júj.